Nos, kis tündértársam, egykor tanítványom. Tudod, miért hívtalak? Nem is sejtem, csak éreztem, hogy megidézel. Emlékszel-e még a két egykori kisbabára? Ilonkára és Jánoskára? Meg a két édesanyára, akiket öreg anyóka kint tettél próbára. Úgy bizony. Lásd, az ott Jánoska. Ehhez. Ez a felnőtt legény. Na, most újra felveszem az anyóka alakot. Éppen falatozik. Elébe toppanok. Jó étvágyat, kedves fiam! Megköszönöm, kedves néna. Szabad-e kínálnom? Hadd de, fiacskám, nem vagyok most éhes. Azt mondd inkább, merre tartasz? Még innen a harmadik faluba, anyókám. Ezt a levelet kell vinnem, és talán majd választ hozok visszafele. Ezt mi? Mm. De szép csikóbőrös kulacsod van, fiam. Tessék csak meghúzni. Jó szívvel kínálod, érzem, de nem élek vele, ha meg nem sértelek. Nem bor van benne, csak friss forrásvíz, néném. Hát, csak igyál, ha megszomjaztál. Hát, valahogy úgy. Te meg varázsold át a levelet. Tudod, hogyan? Tudom, tudom. Hibátlan, most magára hagyjuk. Majd elszundít egy kicsit, s azt hiszi, a közben bandukoltam tovább. Most libbenjünk elé. Ugye tudod hova? Ilonkáékhoz, ahova hamarosan megérkezik a levéllel. De már nem azzal a levéllel. Tán ez lesz az a ház. Aha. Ez az igen. Emeletes, tornyos. De gyönyörű lányka. Milyen szép szállegény. Kedves leányasszony, jó helyen járok-e? Ide szól a levél? Ide a nénémnek. Édesanyám írta. Kerüljön hát beljebb. Köszönöm. Ki hivagadsz te, mi? Már minden jött, mennek, helye van mi nálunk. A néninek hozott levelet anyámtól. Biztosan elfáradt. Hát, ha fáradt, ülhetett volna odakint is az utcai lócán. Na, mindegy már. Atca. Tessék. Hát ez különös. A testvérem adta? Azt én nem tudhatom. Mit írt édesanyám? Te fiam, nem tudod? Bizony, nem olvastam. Pedig te rólad szól, meg erről a lányról. Rólam? Ha tudod a betűt, olvasd magad is. Kedves nővérem, ne kérdezz semmit, otthon majd mindent megmagyarázok. Ha a nagy bajtól akarod, hogy szabaduljunk, akkor a bíró fiának ad ki az útját, és azt a fiút, aki a levelet viszi, házas is össze azonnal a mi Ilonkánkkal. Ez aztán különös. Ne csodálkozzál. Csak arra válaszolj, hogy akarod-e a lányt? Hogy én? De mennyire? Nagyon akarom. Én is, nagyon, nagyon. Téged ki kérdezett? Na, szaladj a kettődért. Fussunk a templomba. Ma kihirdettetünk. Holnap megesketünk. Mi ez itt? Ahogy a kívántad, az esküvőhúgom. Mindent elrendeztem, mindent végbevittem. Hát a levél, hol van, amit írtam? Itt van, megőriztem, ez az el. Mi csoda? Tehát én nem ezt írtam? Hát ez, mi ez? Miféle praktika ez? Mi lehet-e? Mi történt? Beteg lett? Nem. Ne segítsetek! Magamhoz térek, és segítség nélkül is. Jaj, nincs semmi baj. Jól van, minden nagyon. Így akartam. De egy valami még hátra van, hogy a lány igazán is végképp a tiéd legyen. Jaj, mert tudd meg, egy gonosz boszorka elátkozta őt, mielőtt megszületett. Hogyan? Hogyan, édesanyám? Soha nem is mondta. Nekem sem mondta. Csitostam, csak most találom ki.
Nem mondtam, Ilonkám. Miért is mondtam volna? De most meg kell mondjam. Úgy szól az átok. A nász éjszakádon ment el szörnyet halnál, ha csak hites urad, meg nem gyűrűz előbb az ördög három arany hajszával. Én azt mondom neked, János, ha te igazán szereted a lányomat, és azt akarod, hogy igazi feleséged legyen, akkor indulj azonnal, és hozd el mi hamarabb az ördög három hajszálát. Ha így áll a dolog... Így. Elindulok már is. Jánosom, Jánoskám, ne menj el, féltelek. Lemondjak te rólad. Hová? Merre indulsz? Tudod, hogy merre van az ördög lakása? Még azt most nem tudom. Majd kitudakolom. Addig egyelőre indulok előre. És most csókolj meg. Minden jó tét lelket az Isten áldjon meg.